Kántor családnál voltunk. Egyébként ez a család volt az, akinek a nagyobbik lányának volt az esküvője, amiről készítettünk is fotókat. Ezt köszönjük szépen így a családnak is. Csipkeverő családhoz mentünk el. Egyedileg készítették a munkáikat, nagyon-nagyon szép dolgokat készítettek. Ki is próbálhattuk egy pár munka erejéig. Többféle csipkét készítettek, vagy mutattak be, és amit meg is nézhettük, mint ahogy ez a videón látszódik is a fölvételeken, hogy meg is mutatták ezeket nekünk, hogy készítették. Egyedi munkák készültek. Fecó barátom kérésére meg is mutatták, hogy hogyan kellett, vagy hogyan kellene egy ilyet elkészíteni. Aztán gyakorlatilag a folyamat egy annyira bonyolultnak bizonyult, hogy kiderült, hogy Fecó barátunk több tíz év alatt sem fogja ezt megtanulni. A munkák gyönyörű, szépek, egyébként ezeket lehet vásárolni is. A Kántor család úgy tudom, hogy Magyarországon is szokott néha-néha behozni. A munkák, amit ugye a filmen is mutattak, hogy ezeket cukorral keményítik ki, ugye több egyedi munkát láttunk. A településen egyébként, amikor végsétáltunk, több helyen is láttunk ilyen munkákat. Az iskolában, a helyi Görgény Üvegcsőri helyi iskolában készítettünk riportot Szász Terész igazgatónővel. Ő nagyon-nagyon sokat segített nekünk a kiránduláson. Meg is tekinthettünk egy kisebb kiállítási részt, ugye a település múltjáról is. Beszélt nekünk a település jövőjéről, hogy mondjuk egy zsák településen, hogy milyen lehetőségeket tudnak biztosítani a fiataloknak. Szeretőme táncba, gyűrűme zújjába, minden fordulásba ragyog el zújjába. De igaz nem voltál, engem el ne hagytál. Szeretőme táncba, gyűrűme zújjába, minden fordulásba ragyog el zújjába. De igaz nem voltál, engem el ne hagytál.
ott van egy nagyon-nagyon ügyes kis néptánc csoport, a Csalogány néptánc csoport, hiszen ő hozzájuk is mentünk ki a pályázati úton. Velük készítettünk riportot is, volt velük táncház bemutató. Igyekeztünk egyébként egy picit úgy állni hozzá, hogy mi is tudjuk, hát azt rájöttünk, hogy azért nekünk is még elég sok hiányosságunk van ezen a téren. Ettől függetlenül szerettünk volna, meg szeretnénk is hosszú távon velük együtt dolgozni. Pályázati úton, akár magáncélú úton próbálunk ugye a két település vagy az országok közötti jó kapcsolatokat ápolni és ezt továbbvinni. Megnézhettük a helyi néptáncosokat, ami számomra nagyon szimpatikus volt, hiszen a településen körülbelül 250 gyerek volt, tehát 200 körüli gyerek, és ebből 130-140 jár néptáncra, tehát hogy a település nagyobb része részt vesz a néptáncos életben, és egy ekkora településen nem egy, hanem három csoport is működik, és mindenki ezt szívügyének érzi. A fiatalok teljesen természetesnek vették, hogy ők így táncolnak, és ezt nagyon fontosnak is tartották, ezt a hagyományt. Nekem ezt tetszett, tehát minden program tetszett, de ezt tetszett a legjobban, mert itt azt láttam, hogy ez a sok fiatal, aki tényleg 12-3 éves kortól 18-19 éves korig ott voltak, ezt mind sajátjuknak érzik, és nagyon fontosnak tartják azt, hogy tovább vigyék a hagyományt, hogy együtt legyenek, és még miután már ugye nem görgény üvegcsőbe járnak tanulni, akkor is hétvégén visszajárnak táncolni a csapatba, és ott érzik magukat otthon, ott érzik magukat jó. Azt még szeretném elmondani, hogy úgy, amikor mi kint voltunk egyébként görgény üvegcsűrön, a Csalogány néptánc csoport egyébként pont egy héttel később jött Magyarországra, és Európában, tehát egy európai néptánc gála volt, ha jól fogalmazom, és ők képviselték, tehát ez a csoport képviselte egész Erdélyt a néptáncosok körében, tehát előre is, vagy így már most már azt mondom, hogy utólag gratulálunk nekik, és köszönjük szépen azt a rengeteg sok segítséget, meg támogatást, amit kaptunk tőlük. Köszönhetően tudtunk kijutni, ez a Betlen pályázaton keresztül volt. Ugye a Balázs Csék Kézműves Alkotókör 16 tagja utazott ki a településre, Görgényüvecsőre, innen Balázstjáról Magyarországról. Ugye az út az 9 és 13 óra között tevődik össze, hiszen meg kellett állnunk több helyen is pihenni. 16 főből ugye többen is most életünkbe először jutottunk ki Erdélybe. Az érzés, az én azt gondolom, hogy megfizethetetlen mindenkinek, hiszen amellett, hogy hagyományokat próbálunk őrizni és megismerni, tanulni tőlük, olyan élménnyel gazdagodott a csapat, ami azt gondolom, hogy ritka. Mi részünkről nagyon ritka volt, úgyhogy mindenki úgy készül, már a második nap, amikor hazaértünk, többen hívtak, hogy vissza kell mennünk, hiszen mindenki annyira jó érezte magát. Vásárhelyi János barátommal jutottunk el erre az erdélyi kézműves táborba. Nagyon tetszett a maga a hely, hogy egy kis lélekszámú település látott minket vendégül. Erdélyben ugye minél kisebb lélekszámú egy település, annál elmaradottabbnak mondják ott, de annál barátságosabb környezetben tudunk ott lenni minden nap. Nagyon jól éreztem magam Görgény üvegcsőben. Nagyon hangulatos kis falu. Az emberek nagyon kedvesek voltak, és miután már összetalálkoztunk velük egyszer az utcán, utána mindig úgy köszöntek, mint a régi ismerősök lennénk. Nagyon egyenes és őszinte emberek laknak arra, és ez számomra nagyon szimpatikus volt. Nagyon-nagyon le kell szögeznünk, hogy ezek az emberek annyira kedvesek, és annyira összetartó emberekként ismertük meg őket, hogy tehát nem is gondoltuk volna, hogy ennyi pluszt és pozitívumot kapunk tőlük. A településen átfolyik egy kis patak, amin persze mi is voltunk kint, és eldugítják, tehát dugás a patak, tehát eldugítják a patakot, ezt föl szokták duzzasztani, szoktak fürdeni benne. Gyakorlatilag ezt mi is kipróbáltuk, hát mi nem fürdöttünk, hanem a patak másik felén kis kavicsból építettünk várakat. Azért is említettem meg egy fontos tényezőként, mert ez a település egy zsáktelepülés. És nem olyan világot, vagy nem olyan életet élnek ezek az emberek, mint mondjuk ami nálunk itthon hétköznapi. Itt nincs annyi lehetőségük nekik,
És ezért is említettem azt, hogy rendkívül összetartó közösségről beszélünk, nagyon sokat együtt vannak. Hát maga az élet a faluban az nagyon érdekes, tehát jó látni azt, amit sajnos már itt a mi életvitelünk sem olyan, meg a gyerekeink életvitele is olyan, hogy jó lehet magukat érezni internet meg wifi kapcsolat nélkül is. Tehát ott a falun átfolyó patakba is nagyon jó tudják érezni magukat a gyerekek, tehát ott látható volt a fővételeken is, hogy összejöttek 8-10, egy ilyen rögtönzött nylonból épített gátat építettek a patakra, és akkor pár óra hossza alatt másfél-két méteres vizet duzzasztottak benne, és akkor az egész falu ott fürdőzött, délután meg elbontották, és minden ment a megszokott rendjébe. A kézműveseink közül is volt, meg van is, akinek olyan onnan származó gyökerei vannak, úgyhogy volt, aki képletesen hazament. Úgyhogy nekünk ez a pozitív élmény Erdéllyel kapcsolatban, én azt gondolom, mi is hazamentünk valahogy, vagy valamilyen szinten, és egy picit visszamentünk egy olyan világba, amit talán már itt nem nagyon, ezt már szerintem erről beszéltünk egy picit, hogy itt már nem nagyon élik ezt, vagy nem próbálják, vagy valahol elfelejtettük ezt. És ez az összetartó közösség, ami ott működik, és azok az emberek, azok a fiatalok, azok az idősek, mindenki olyan szinten tudja ápolni ezt a hagyományt, és továbbvinni, amire szerintem büszkének kell mindenkinek lenni. Tehát ez a múlt, és ezt a múltat tovább kell vinni a jövőbe. Ezt igyekszünk, mint a Balázsék Kézműves Alkotókör tagja is, meg mint a Fatimáz Alapítvány is továbbvinni. Úgyhogy köszönjük szépen mindenkinek azt a sok segítséget, lehetőséget, támogatást, amit mi kaptunk kint. Meg itthon is, úgyhogy igyekszünk ezzel hasznosan gazdálkodni, mindaz a tudása és mindaz a lehetőség, amit kaphattunk. Úgyhogy igyekszünk Görgey Nyüvecs úr felé úgy viszonyulni, pontosabban úgy próbálunk ugye kapcsolatot építeni, mint említettem az elején, hogy ez hosszú távon működőképes legyen, hiszen szeretnénk azt megoldani, hogy ez a csapat, vagy azok a művészek, azok az emberek, akik ezt ápolják, azok talán el tudjanak ide jönni, és nem csak távolságból tudjunk egymásnak segíteni, hanem hasznosan, személyesen, és itt is be tudjuk mutatni mindazt a tudást, amit ők képviselnek. Köszönjük szépen! Én már több alkalommal voltam Erdélyben, de az erdélyi tájba kirándulni az mindig meghatározó élmény, tehát elhagyni egy lakott települést és fölmenni a hegyekbe, az mindig maradandó élmény, főleg, hogyha találkozhatunk olyan vadállatokkal is, ami nem megszokott itt, főleg az alföldi embereknek. Ez a kirándulás az elsősorban az erdélyi kézművességnek a tanulmányozása, a megtekintése az ottani kultúrának a magunkévá tétele volt, a belecsöppenni egy picit abba az életvitelben. A falu szélére az erdőből, akkor jött egy jó nagy junyáj, és ezt ebből készítettünk, és egy pár fővét, egy gyönyörű kis gida volt benne, és tehát olyan életvitelt tudtunk bemutatni, ami mondjuk itt már rég nincs, tehát talán az én gyerekkoromban még volt ilyen, hogy például Magyarországon kiterelték a marhákat, és aztán este visszavitték, itt találtunk is, sikerült is talán készítenünk egy-két ilyen fővételt róla,
Úgyhogy maga a tájra visszatérve egy picikét, egy gyönyörű, csodálatos helyen voltunk, nagyon tiszta levegő volt, és ami nagyon fontos, egyébként ezt sehol tesz, nagyon sok helyen voltunk már azért kirándulni, és meg többfelé jártunk. Itt fönt a hegy oldalon nagyon jó, ilyen végig gyógynövény illat volt, és mondták, hogy rengeteg gyógynövény van, egyébként sokat találtunk is, és az egész domboldal ilyen volt, tehát nem gyomos volt, hanem gyönyörű, szépen gondozott terület volt az egész, meg hát az egész egy gyönyörű, lombos, tehát ez a kis település beleolvadt ebbe a csodás kis világba. Azt kívánom!